kívánok mindenkinek, hello guys! Egy másodperc se terte a legutóbbi videó óta nekem, nektek lehet, hogy egy-két nap, azra a szomorú... Na! Be se fejezem, nagyon jó. Azt akartam mondani, hogy tavasz lett hirtelen, azt tudtam nélkül, de nem. Valami bebugzódott, hogy nem tudom, de... Szerencsére visszakaptuk a telünket. Kaptuk egy ilyen sihuhus eseményt, ahova most el fogunk zsalni, de nagyon-nagyon tüsténnyomban. Na, szerencsére meg itt van a jó kis telünk. Mézes kalács, meg ilyenek. Ez az itt még csúszik az, csúszik a segge, csúszik rendesen. Ó, ez az baby, nyomjon neki. Úgy még havas is. Még jobban talán. Nem. Nem, úgy meg kevésbé csúszott. 8 kilométerre vagyunk, Jézus lova. Hát annyi idő alatt megeszem a kalapom. Jó van, nem baj. Szevasz, édegixet, viszlát. Gerimestert lehajtó. Gerimestert mondja, luc pénzből, meg a donétekből, meg a bizalmatokból autókat szokott venni, úgyhogy ne bízzatok benne, nagyon szeleburdi. Dugó Dani a srác, inkább legyetek povák. És videósbolt.hu per Benny Pová. Szeretné nagyon... Úristen! Elhagytuk a rendszámomat. Oha. Oha, kezdődik a slalom. Vágod, ez nem volt szándékos, el akartam menni a két fa között. Jó, érdemesebb lett volna az úton maradni, kedves Benedek. Lassan jár, tovább érsz. Hopp, és ez most víz, ha jól látom. Aha. Vizen megyünk, srácok. Kéne egy tiszta... Hopp, ez itt. És ezért is kapok pontot? Ember, itt nyomtam egy percig, az semmi pont. Anyádat. A tesó. Ez komoly volt. Igen, lehet, hogy az utakat kéne használni, kedves Benedek. Nem tudom, hogy vajon miért építették őket, tehát, hogy... Hát valószínűleg a buszoknak. Nekem aztán biztos nem. Mindjárt ott vagyunk. A vonatosnál. Kíváncsi vagyok, hogy lehet olyan lesz, hogy az Szeledreszben a vonatos küldi. Az még meglepne. Itt a G-Wagon előtt elvegyünk, szavaszt. De most mit pislokhatott az öreg sofőrje annak? Na, akkor nézzük meg, hogy mi ez a cucli. Tökéletes megállás. Azt a mindenségét már tetszik. Bármi is lesz, már tetszik. Azt mondta, hogy egy vonat ellen fogok versenyezni. Már pedig nekem úgy tűnik. Jó van, nézzük meg, hogy mit akar ez a én versus vonat. Erre kíváncsi vagyok. És azt a várjál, hát ez így nem fair. Ez olyan, mint amikor a BMW-t... Jajajaj, toltam. De király ez az autó amúgy. A vonat szerintem egyenlőre vezet. Vagy nem, nem tudjuk. Nézzük csak. De ott püföli ezerrel ki a szenet magából. Most viszont egy alagútba fogok menni vele. És viszont egy gyorsabb vagyok egyenesben, ahogy nézem, és meg is előztük. Szevasz! Viszlát, hello! Óriási kanyarokban nagy Benni. Mi van, ha bemegyek elé? Megtol! Megtolt a vonat! Jó van. De úristen, de király ez a kocsi, te! Ez nagyon süvít. Hát a vonat is rohadjon meg. Még csak 30%-ot teljesítettünk a mapból. Akkor még szerintem egyenlőre nincs veszve a dolog. Azt sem tudom, hogy ki van igazából elő, mert ugye itt azért nem lehet ezt belővinni, mert nem egy útvonalon megyünk. Van, amikor nekem rövidebb a dolog. Van, hogy hosszabb. Ugyanez fordított esetben. Szóval óriási driftelésekből vagyok. Hát ez most nem adta ki. Most nem. Igen, na most például nekem rövidebb lesz, neki viszont hosszabb. Nagyon jó ez az autó, azt a mindenit itt télen. Hé. Hey. Jaj! Ne! Úristen, bocs, egészség!
Hogyha itt vagy még és nézed a videót, írt, hogy estek egészségemre a chatbe, kösz. Ami amúgy komment szekció. És átugrunk a vonat fölött, azt a mindenségét, éppen ott felső vezeték szakadás volt. És vannak itt lovak, amik őzikék, meg szarvasok. Nagyon jó. De most ki fogja nyerni? Ki, honnan látom, hogy ki vezet? Sehonnan. Sehonnani bitang ember. Ja, de második vagyok. Ott írja. Ó, rohadjon meg. Nem baj, ezen most változtatunk másodperceken belül. Azért csak ne győzöm már egy vonat. Ó, basszus, ne, ez most nem esett jól. A kis szívemnek. Sőt, ez valószínűleg a vesztünket is jelentette ez a hiba. Ú, annak nagyon nem örülnék. Mr. Vonat! Visszajönnél? Van még 20% és te nagyon előttem vagy. Ajajajajajajajajaj. Nagyon másodikok vagyunk, srácok, és ott van a cél már közel. Basszus, ne. Hát ez nem lesz jó. Hát itt van, de... Hát ne! Basszus! De kevesen múlt. Második... Úristen, Vagdian már... Egy már... We've got it rigged so we can turn the train around and run it again. Don't ask how. It was a nightmare. Aj, egy másodperc, egyetlen egy másodpercen volt. Negyedik szintre jutottunk. Ó, kaptam egy legendás fordot, hékás. Nagyon jó féle. Még csinálunk, még ebben a videóban nem megyünk át tavaszba, esetleg a végén. De nekem nagyon tetszik ez az ősz, és az előzőket csak úgy átugráltuk, mert nem tudtuk, hogy mi hogy van. Most legalább tudom, hogy kell majd átugrani a tavaszba. Mert ha minden igaz, akkor itt. Szerintem a fesztiválon kell. Most jelenleg itt vagyunk ugye fönt. Itt van nekünk egy... ez jó lesz. Ez itt van közel. Mi ez a grafika? Jézusom, már megijedtem egy pillanatra. Új autó került a garázsodba. Megpróbálok most eljutni a versenyre. Úgyhogy... nem zúzom szét az autómat. Egy karcot se fogok ejteni. De megijedtem, rohadjál meg. Húha. Jó, easy. A random belém spawnolt a gyerek a GTR-re. Hát ez nagyon izé para ez a kocsi. Mármint olyan téren, hogy... azt viszont láttad, mi megfordulás volt? Azta! Hát nem kanyarodik annyira extrán. Ezt meg kikerültük, nyugi. Na, meg is jöttünk szépen. Hello! Arthur! Arthur Seed. Egyéni. Arthur Seed, alright. Ezzel megyünk nyilván. Úris, de rossz lesz. Jó, na hát srácok, nem ígérek semmit ettől a versenytől. Ez az autó szerintem nem a legjobb választás ide. Kiindulva ebből a pár méterből, amit mentem vele. Csúszik. De Geri Mester Subaru-t hozott. Na szép, hát nézd meg, hogy jön fel a gyerek. Úris, tehát lassú vagyok. Hát van itt egy másik olyan is. Akkor jó. Akkor nem lesz olyan para. Szavaz, Geri Mester. Te gyorsabb vagy? Miért vagy gyorsabb? Csalol. Geri Mester, csalik. Szabálytalankodunk. Hello! Viszlát! De ez még nem fér be. Szerintem ez még belefért így a szabálytalankodásokba. Úristen, milyen előzés volt ez! Ez itt egy bömpölő öt elől? A második. Az egy bömös. Jók leszünk, srácok, amúgy ne aggódjatok. Én mindig elásom magam. Hát aztán meg viszonylag jó helyezést érünk el. Reméljük, hogy ez most is így lesz, és nem csak el kapkodtam ezt a mondatot. Nagyon nagy drift, ez az. Ajaj, azt a checkpointot fel kéne venni, és valahogy a pályán maradni. Azta de, úristen, de jó ez az autó! Mindent visszaszívtam. 40%-nál vagyunk. Jó lesz az, nyugi. Csak maradni kéne az úton, Benedek. Hú! Jó. Csak... Basszus! Ajajajaj, jó. A pálya felénél vagyunk. Hát azért nem annyira esett most jól ez a... ez a dolog.
Úristen, de jó, hogy ez nem állított meg. Ötödik, hatodik vagyok. Hatodik. Úristen, menj már innen. Aj, miért mentem neki annak a fának? Basszus, pedig de jó helyezésünk volt, még de jókat vettünk be. Nyugi, még nincs veszve a dolog, csak... Hát nem lesz egyszerű. 70%. És ez nem... Menj már innen, ne. Sajadikok vagyunk, másodikok, ott az első. Miért ment az el annyira? Jó, 75%, egy negyede maradt a pályának, azt akartam mondani. Légy szíves, gyere vissza, tesó. Miért mész még mindig gyorsan? Gyere már vissza, léci. Nem 87%, nem áll! Légy szíves, most valahogy lassulj be, hogy valami. Jövök nagyon fel, de nem tudom, hogy elég lesz ezt. Kéne egy kis hiba tőle. Nagyon jó! Meg lesz az! Csak nem előz vissza az egyenesbe. Csak nem gyorsabb a kocsia. Fú, hát az egyen... Beleidzettem, egy... Hallod, egy fél másodpercen múlt, nem is egy egész másodperc, fél másodpercen múlt. Hú, nice. És majdnem elértük a harmadik fokot a terepversenyből, viszont a 12-es szintet elértük. Menjünk fel, nagyon kíváncsi leszek, hogy így a következő forzáig, hagyas szintig fogunk feljutni. 165 000 befolyásunk van, mindig kell 35 000, és van egy wheelspinünk is. Légy szíves, valami autót, valami normális, valami jót. Aj, basszus, az egy G65-es, jaj, de jó lett volna. Aj, ez a Ferrari is ott. Aj, de ne. Aj, mi ez a zene, srácok? Mi ez? Mi ez? Nem lehet adót váltani? Jó, hogy a videó végére még szerintem toljunk egy országúti versenyt. Be is lőttem, szépen. És akkor nem ígérem, hogy elbúcsúzunk a téltől. De a mai videótól lehet, az lesz a mai videónk utolsó versenye. Ha esetleg még nem lájkoltad a videót, de tetszik ez a sorozat, nem? Akkor tényleg mindenféleképpen jelezd már nekem egy lájkot, mert kíváncsi vagyok, mert tényleg ez azért egy új terep így a csatornán. Én nagyon élvezem, és nagyon örülnék, hogyha tényleg ez tetszene nektek, és ebből csinálnánk egy jó hosszú sorozatot, minél több videót belőle, úgyhogy fontos a szavazatod és a véleményed, úgyhogy nyugodtan, hogyha bármilyen kritikád van, bármilyen tanácsod, tipped, ötleted, azt is írd meg a kommentbe, el fogom olvasni. Na, meg is gyűjtünk. De nem feltétlenül ezzel az autóval akarok. Viszont ezzel az M5-ös bömössel, ezzel még nem voltam. Egyáltalán egy kilométert nem tettem még bele. Ez a zene... Oké, M5-ös. Úristen, sok M5-ös van. Jó van. Király Gerimester is M5-öst hozott. Úgy látszik, hogy ez a bömpölőké lesz ez a... dolog, és itt sajnos nem vághatjuk le a körforgalmat, mert tele van checkpointtal a körforgalom. Ez egy hátsó kerekű autó lesz szerintem. Úgyhogy majd lehet vele ilyen nagyon jó felé csinálni, csak szerintem ez felesleges most, mert előrébb nem visz. Jól néz ki, meg királyérzés, meg minden. De... uha. Utolsók vagyunk, srácok. Nem, amúgy 9-ek vagyunk a 12-ben, de nem haladok előre. Hát ez nagyon lomha, és Gerimestert leelőztük, úgyhogy innenstől kezdve nekem minden jó. Na, gyertek ide, légy szíves. Megmutatom, hogy ki itt a Jani. Vagy ki itt a Benny. Jó, Benny jön fel, 9-ről már 6-dik. És egész közel van a többi 5 is. 5-dik a fiú, már csak 4 van előtte, itt van előtte Butta. Mert ő nagyon Butta. Tiszta verseny. Tiszta versenyt valószínűleg azért kapom. Új forzás vagyok, úgyhogy ne csúfolják ki, de szerintem azért, hogyha nem megyek neki senkinek az adott körbe. Ezek mercik, nem is bömösök. Azt nézem. Nem, ez bömös. Hülye vagyok, bocs. Beképzelem, halúzok. Jó, 35%-ot teljesítettünk, mögöttünk a bagázs, mögöttem a csapatom. Ez itt a Gütyüli gang. Na, mostantól csak szépen nem neki menve a fának, mint az előbb.
szépen az úton, Beniként, szépen ahogy tanultuk. 10 óra és 2 óra, vagy nem tudom, hogy tanították már Kreszbe. Az lényeg, hogy fogd úgy, hogy biztonságban érezd magadat. Nem jó, és tényleg óvatosan kell, mert ez kicsúszik, tesó. Hú, meg sem állik. Állik? Oh boy! Ki ez a fiú? Ken Block? Hívjatok Ken Benedeknek. Jó, szépen gyűjtjük a... Hú, ez kicsit gyorsú volt. Gyűjtjük a pontunkat a tavaszi szezonra. Ami közeleg. Közeleg, lehet a következő videóban már azt úgy fogjuk kezdeni, hogy ott tavasz lesz ismét. Azt nem tudom, hogy ez ismétlődnek az évek, és folyamatosan azt át tudsz váltani megint. Tavaszról majd nyárra, nyárral őszre, és így megy. Hát gondolom. Gondolom, az nem csak egyszer levegy aztán, szoszi. De hát még én egy évet sem mentem le, úgyhogy kíváncsi leszek. Let's go. Figyelj, ez nagy kanyar lesz. Ajj, kicsit hamarabb kellett volna azt a féket tolni, és akkor kiadta volna. Épp 90% és most feljebb jöttek. De hát ez easy peasy lesz szerintem mostantól. Ja, 95. 97. Ott a 98, kezekedsz. Hevasztok, M5 easy win, Max Agent 1, azaz alá, Nagy Benedek. Alá. Fókusz, alá, Benny Pova. Jaj, esküszöm, úgy jó. Csak mondta, hogy szintet léptünk, pörgethetek. Áááá, mi ez az? Esküszöm, elnyomnám, srácok, de nem tudom, hogy mi az. Elindítottam a YouTube videót? Nem, biztos, hogy nem. Ez a játékon belül van, de miért ilyen komoly zene? Ne, pedig ott lett volna egy Lambo. Áj, se baj. Hát, srácok, akkor a mai videónkat sajnos VSPin nélkül fogjuk zárni, más még nem tudok venni szerintem. Vagy ha igen, akkor magyarázzátok el, de én most erre nem jöttem rá, és nagyon szomorú vagyok, hogy nem tudok VSPinnál zárni videót. De ha tetszett a videó és eljutott el ide, akkor írd a hashtagba, hogy hashtag borjú paprikás, mert az volt ma az ebéd. Ha tetszett, dobd rá egy lájkot és iratkozz fel, ha még nem vagy. Hello guys!